Sziasztok, Borsos Tímján vagyok, üdvözlök titeket a csatornámon. Ez egy érdekes kilakás lesz, ami pontosan a mai helyzetről szól. Egyrészt érdekes, mert kiadja ez a nap a hatos számot, ami egy úgymond az emberin túli dimenzió, tehát hogy már a, a spirituális szinteknél tartunk egy ciklusban, illetve egy nagyon érdekes konstelláció van most az égen, ahol a mérleg együtt áll a bikával és a kossa, tehát a mérleg, mint a, az érzelmek és a szerelmi vágyak, és, a, és az igazságosság, tehát hogy a feltétel nélküliség kontra a földi szerelem, a bika, a megvalósító energia, és a kos, a vágyak, a túlfűtöttség, a tűz, akár még az erotikus, szexuális tartalmak. Tehát, hogy ez a három így együtt áll, hát ez érdekes dolgokat ígérhet szerelmi fronton, és ilyen érzelmi, hát legalábbis vágyak mentén zajló érzelmi kapcsolatoknak a beindítására alkalmas. És egyébként, amiért nekem különösen érdekel, az az, hogy a, mivel a, ebben a hármasban ugye hát a bika és a kos az, aki, aki így e, e, kiemelt figyelmet kap, de mégis valahogy úgy jön ki, e, hogy a bikának e, ígérnek új szerelmet, tehát e, ezt ennek kiven, kifejezetten örülnék, hiszen én is bika vagyok. E, de igazából minden, minden e, csillagénynek a valamilyen jobb energiát ígérnek. Nos, még mielőtt ebbe egy elmerülnénk, légy szíves, koncentrálj erre a hangtárra, háromszor megkongatom. Ennek az időszaknak egyébként az az egyik jellegzetessége úgy globális szinten a kollektívban, hogy a kommunikációra kell nagyon figyelni, hogy milyen, hogy milyen kommunikációt használsz, és hogy ne használjál agresszív kommunikációt. Minden agresszív kommunikáció, aminek az alanya nem én vagyok. Tehát én ezt csináltam, én ezt érzem, én ezt gondolom. Én szeretett hiányban vagyok, és szeretném megélni én szeretném magamnak megengedni, hogy szeresselek téged, vagy mit tehetnék én, hogy jól érezzem magam. Ezeket a kérdéseket kell feltenni. Minden más az agresszív kommunikációba tartozik, amikor az alany az, az egy másik személy, vagy így burkoltam másik személy, tehát mondjuk amikor több számba fogalmazunk. Tehát erre figyelnünk kell, mert ez itt a kulcs, hogyha az agresszív kommunikációt használjuk, akkor távolabb lökjük magunkat a vágyainktól. Ildigo kérte tőlem egyébként ezt a kivetést, úgyhogy öm, ő, ő, ő neki volt egy, vagy van egy olyan férfi, akire gondol, hogy most először a valakire ez a fakli rá fog vonatkozni. Na most megjelenik, nem ez, megjelenik itt egy ö, ö, vágyai után menő, vágyait megélő férfi, ez inkább ilyen szexuális energia jelen pillanatban, főleg, hogyha a kost is beleveszünk, nyilván ez mindenféle vágy lehet, de elsősorban úgy érzem, hogy itt szexuális energiákról van szó, tehát, hogy az ilyen jellegű vágyait éli meg ez a férfi jelen pillanatban, itt egy ilyen hármas kapcsolat van, tehát lehet, hogy, hogy, van valakivel, és mondjuk veled is szeretne lenni, vagy van valakivel, de közben rád gondol, tehát hogy ez egy olyan, olyan helyzet, amikor úgy külsőségekben mindenhol rendben van, minden, de belül ő valahogy érzi, hogy nincsen rendben, tehát hogy ez ilyen látszat, harmónia, Amivel most átmenetileg elégedett, és most átmenetileg az érzelmei szerint való, de érzi, hogy hosszú távon nem ez lesz a megoldás, valaki beleszól. Rengeteg illúziója van. Igen, itt talán saját magával is vannak illúziói. Saját magával kapcsolatban, hogy ő nem látja talán magát kristály tisztán, illetve lehet, hogy vannak itt titkok, amiket nem tud vagy nem akar felfedni. Most egy kicsit visszavonult. Hát valahogy keresi, hogy mi hiányzik, tehát hogy valahogy úgy érzi, hogy valami nem oké, okay. itt vannak egy kis illúziók, amivel lehet, hogy nem is akar szembenézni, csak úgy érzi, hogy valami van, és akkor itt van egy ilyen visszahúzódó energia, hogy annyira meg nem is tudja megélni ezt, mert, mert valami hiányzik neki. Alapvetően nagyon jól érzi magát, tehát hogy ez itt a teljes, tehát hogy a körülményeit tekintve, Uh, majdnem 99,9%-ig minden szuper, a kommunikáció nem jó náluk, nem, talán nem is kommunikálnak egymással a mostani helyzetben, de egyébként ő most uh, megkapta, amit szeretne. Tehát, hogyha ő most kapcsolatban van, akkor abban a kapcsolatban megkapta, amit szerette, hogyha ő egyedül van, akkor, uh, akkor meg úgy megtalálta az ő kis komfortzónáját. És itt van egy olyan szövetség, amikor a vágyak mentén kötöttünk szövetséget, és ezt megbántuk a szívünk mélyén, ezért rossz előérzetünk van, tehát, hogy valamit tudunk, hogy valami történni fog, mert hogy belül már eldöntöttük, hogy ez nekünk nem jó, de ez még nem jött a tudatos szintre, hanem ilyen kis intuitív előérzetként jelenik meg, tehát most jelen pillanatban összességében ez az ember, ha férfi vagy, akkor, akkor nő, hogyha nő vagy, akkor férfi, ez az ember jól érzi magát ebben a kis illúzió buborékban, itt kényelmesen megkapja, amit szeretne, de érzi, hogy ez nem tökéletes számára, de még ebből nem szeretne kilépni. Tehát, hogy neki ez így jó, de már érzi azt, hogy gondolkodnia kell a folytatásom. Na de, ezzel igazából nem is foglalkozzunk, mert én nem is szeretem más dolgait nézegetni, Tudom, hogy sokszor raktam már ki erre, de igazából az nem visz minket előrébb. Nézzük, hogy mi van nálunk. Mit tehetnénk, ugye a kérdésünk, a, a szertíp kérdésünk, mit tehetnék magamért, hogy jobban érezzem magam? Először is el az összes olyan dolgot, összes illúziót, vagy téged gátló, téged szabotáló erőt, mert ebben rejlik a feltámadás és az újrakezdés. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy valaki bele akar szólni a te dolgaidba, vagy valamilyen, mit tudom, egy régi hiedelem ott van a fejedbe, és állandóan meggátol abban, hogy, hogy segíts, vagy igen, segíts magadon, vagy például bele akarsz valamivel vágni, már nagyon-nagyon régóta, de ott van benned a félelem, hogy hú, de nehéz lesz, meg jaj, hogy megy az jogilag, mert jaj, mennyi pénz van hozzá. Hát ezeket ki kell most gyalulni, teljesen a földbe döngölni, még sóval fel is hinteni, hogy ezekre már nincsen szükséged, Ezeket mind-mind taposd el, ez az első, ezzel fogod visszaszerezni azt az erőt, ami az újjászületésedhez, a feltámadásodhoz kelleni fog. Aztán van itt egy olyan, hogy ne, hát hogy is mondjam, ne szőj titkos, elsősorban értelmi stratégiákat, a szívedre hallgass inkább, és engedd meg, hogy történjenek a dolgok. Ne engedj a félelmeidnek, ne hagyd, hogy azok uraljanak téged. Tehát, hogy valamilyen szinten ne, ne agyaj. Tehát talán ez, lenne, ez lett ez a leg, legjobb dolog, tehát hogy, 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 ha megjelenik egy rossz gondolat, vagy egy, egy olyan gondolat, ami nem a céljaidat szolgálja, akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen, de ezt most itt nem kérnénk, inkább valami ö, előre vívő gondolatot kérünk, és akkor egy most itt hessegessük ezt el, mert erre most nincsen szükséged egészen egyszerűen. Aztán van még itt egy olyan tanács, hogy ö, ö, hozzáállásodon igazíts és jó gondolatokkal um, tápláld a te vágyaidat. Tehát, hogy ez is kicsit az, ami, ami, az előző, hogy, hogy amikor ugye arra van szó, hogy a gondolataid minőségét te határozod meg, akkor igenis jusson eszedbe az, hogyha te tudatosan gondolsz valami jó dologra, tehát például az, hogy én képes vagyok ezt megcsinálni, akkor annak teremtő ereje van, és arra érdemes koncentrálni, nem pedig arra, ami gátol téged ebben. Tehát, hogy figyelj a gondolataidra, mert most ennek nagyon nagy uh, szerepe van, ugye az új hold, ez a kívánságoknak a megfogalmazásának az időszaka, tehát ha most rosszul fogalmazol, akkor hát bizony akkor nem azt fogod kapni, amit szeretnél, úgyhogy nagyon post, pontosan és kristálytisztán uh, fogalmazol, az meg a fejedben, hogy mit szeretnél, és következetesen ragaszkodjál hozzá. Na, aztán van egy ilyen, hogy ugye ez a, ennek a karma törvénye, hogy a fény akkor válik áldása, a másoknak is adsz belőle, ez most így sérülve van, tehát minthogyha nem találnád azt a helyet, vagy azt a lehetőséget, ahol a benned lévő fényt ad, adhatnád valakinek. Tehát, hogy nem tudsz kint segíteni, vagy nem tudsz kint kedves lenni, de ez csak illúzió, hiszen mindig van, akinek tudunk segíteni egy jó tanácsal, egy kedvességgel. Ez nem a kéretlen tanács, hanem amikor hozzánk fordulnak. Tehát, hogy ha ez megállnik, akkor valószínűleg tőled valaki kért segítséget, és te nem adtad meg neki ezt a segítséget, szóval most itt az idő, hogy ezt a segítséget megad neki, és ne fukarkodjál a saját ö, ö, jó dolgaiddal, a belső fényeddel, a szereteteddel, a figyelmességeddel, az időddel, mert, mert pont azért vagy ebben a hiányban, mert szükséged van arra, hogy neki adj. Tehát legyen az az önző célod, hogy adsz. Kicsit paradoxonnak, de a világ így működik, hogy akkor azért kaptad a sok jót az életedbe, hogy adj belőle. Aztán van itt egy olyan, hogy jönnek az intuícióid, jönnek az ilyen mindenféle gondolatok, amik akár még a beszélgetésre, vagy, vagy ilyen tisztázó, tisztá, ön, önmagadban ilyen tisztázó, mondjuk listaírásra, vagy ilyenekre ösztönözne. De te ezeket meggátlod. Ezt az előtt visszafolytod, és ez egyfajta önpusztítást. Tehát, hogy ezt te meg kell értened, hogy ha ezt az erőt, ami jön, ezt te nem ö, kezeled, akkor az rombolni fog a te életedben a te belső világodban, tehát mondjuk, hogyha az előző emberrel kapcsolatban visszafogod magad, hogy jó, most nem írok neki, vagy mit tudom én, hogy nem keresem, pukadjon meg, vagy mit, bármilyen szabotáló dolgot gondolsz, akkor az benned fog károkat okozni. Tehát ezt az energiát valahova vezest el, teremts vele egészen egyszerűen. Szóval légy, légy másokkal kedves, de írjál neki, tehát hogyha te van, van egy olyan ember, akinek írni szeretnél, akkor írjál neki, ha ő letiltott, vagy mit tudom én, bármi lehet, akkor fogj egy papírt, és írjál neki ö, ö, levelet. Nem kell neki elküldeni, csak írd le. Ö, vagy egész egyszerűen beszélj hozzá fejedben, tehát ne gátold meg ezt, a, ezt az energiát, és hogyha tudod, akkor fejezd ki valamilyen kreatív módon. Aztán itt van egy olyan, hogy a diadal szekér, Sérül, tehát, hogy az elképzelés maga sérül, hogy hogyan vezet, hogy mit akarsz elérni gyakorlatilag és tehát, hogy elindultál a csatába, de nem tudod ki az ellenség, körülbelül így kell elképzelni, de, de nem ilyen egyszerű, tehát, hogy vagy nem ilyen ellenség kreálásról van szó, tehát, hogy itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy elindultál egy úton, és akkor időközben folyamatosan változtatod, hogy te most mit akart valójában, tehát nem tudsz határozottan dönteni, hogy na, én akkor most, ha esik, ha van, ha életem végéig várok rá, akkor is ez lesz. És, és sokszor változtatod, hogy mit szeretnél, és ezáltal nem tudja az univerzum megadni neked, mert egyszerűen nem koncentrálsz rá olyan hosszú ideig, ameddig ő ezt megteremti neked. És akkor most lehet, hogy azt mondod, hogy ó, már olyan régóta vársz, de nem, legalább egy évig folyamatosan abban az energiában kell lenned, hogy az univerzum megteremtse neked. Aztán... Nem tudsz dönteni. Túl sokáig halogattál egy, ö, egy döntést, hogy mire is vág, vágysz igazán, és azt hiszed, hogy már nincs lehetőség a megvalósítására, és hogy nincs lehetőséged változtatni a mostani helyzeteden. Hát van egy jó hírem, ez egy súlyos tévedés. A szívedben vágy, az érzés a titok, és akkor meg fogod kapni, és maradj abban az állapotban, és akkor az lesz. És itt most nagyon fontos az, hogyha te konkrétan egy személyre gondolsz, nem pedig érzésre, nem pedig egy olyan jövőképre, amit meg szeretnél tapasztalni, akkor, le, akkor viszont lehet, hogy csalódni fogsz, vagy lehet, hogy megkapod azt a szemét, de az lesz csalódás számodra. Tehát te az érzésre koncentrálj, ne arra, hogy mondjuk egy konkrét személy, ne arra, hogy mit tudom én, az exedet szerezd vissza, vagy egy ismeretlen szerezzél meg, hanem konkrétan arra gondolj, hogy mit szeretnél érezni, mert ez a titok, ami megadja neked azt a, azt a löketet, amivel teremtesz. És itt el lehet képzelni embereket, de legyél rugalmas. Tehát, hogy általában azokat az energiákat vonzuk be, amik amikkel egy hullámhosszon vagyunk, és ameddig nem állunk készen, mondjuk nem, nem vagyunk elég uh, sok ideig magas uh, érzelmi állapotban, akkor pont az ellenkezét fogjuk teremteni, és pont rombolni fogjuk azt, amit mi meg akartunk teremteni. Itt van egy... Uh, egy botok lovagja, ami azt jelenti, hogy váratlan változás érkezik az életünkbe. Ez azt jelenti, hogy bennünk, itt hangsúlyozom bennünk, tehát most mindegy, hogy férfira vagy nőről van szó, bennünk, mintha ugye a kos energia, milyen érdekes, hogy itt megjelent, mint hogyha följebb csavarnák ezt a szenvedélyt, ezt az élettel való szeretetet, a ez az, él, az élvezetnek a, az élvezetét gyakorlatilag, tehát tüzesebb, kicsit ilyen incselkedőbb lehet, vagy leszel, és ennek megfelelően fogsz társad bevonzani. Tehát ugye itt nőről van, vagy nőre gondoltunk elsősorban, tehát hogy itt a nő fog olyan férfit bevonzani, aki az igényeit, a vágyait elégíti ki, de nyilván, hogyha férfi vagy, akkor pedig egy olyan nő jön, aki az, az igényeit elégíti ki, de ez egyfajta, egyfajta búfelejtő, és ha azt mondod, hogy ilyen nem kell, akkor Um, és magadba folytod ezt az energiát, ami most ugye föl, ez a tűz, tűzes energia fölcsavarodott benned, ez megint ugye összecseng, um, hát nagyjából 3-4 lappal is, tehát hogy, um, hogy itt van az, hogy valahova ezt le kell vezetned. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy te ilyen kapcsolatban nem szeretnél részt venni, köszönöm szépen, akkor az univerzum ezt leállítja neked, de azt az energiát, ami így följött, azt mindenképpen el kell vezetned valahova. Tehát valami kreatív, valami művészít dologba, akár leülni egyet, mondjuk én zongorán szoktam, tehát valami hangszeren, vagy énekelni, vagy hogyha sütni szeretsz, akkor sütni valami új receptet, valami újat kipróbálni, alkotni valamit, díszíteni valamit, festeni, mit tudom én, tehát bármi lehet, Um, átrendezni a szobát, nem tudom, én, én neked szoktam, én csak a saját magam, magamból indulok ki. Tehát, hogy ezzel a kreatív energiával kezdened kell valamit, hogy ne romboljon az életedben, mert ez óriási alkotóenergia most, ami megjelenik, és érdekes ugye, hogy nem csak a csillagokban, hanem itt a kirakásban is megjelent nekünk. Aztán, tehát ezeket tudod tenni, hogy jobbért, jobban érezd magad, és most húztam két lapot, hogy mit ne tegyél, mit, mi az, amit semmiképpen ne tegyél. Nos, az első, hogy ne tedd meg azt, hogy nem teremtesz. Ugye itt az uralkodó nő, légy az, légy a, a az ura az életednek, és ne tedd meg azt, hogy visszafolytad a teremtő erődet. Tehát ez semmiképpen ne. És ne állj meg a fejlődésben. Ez ugye azt, azt mutatja, hogy fejlődés hiánya. Tehát, hogy ne türelmetlenkedj, hanem igenis érezd azt, hogy minden nap valami változik, minden nap valami fejlődik, tehát, mintha egy ilyen növényként gondoznál, és akkor minden nap ugye locsolgatod, úgyhogy nem látod minden nap a, a az eredményt, de majd egyszer csak szembe tűnő lesz a változás. Tehát, hogy hidd el, és tudd azt, hogy minden nap jobb lesz, minden nap a vágyaid felé mész, és ne legyél türelmetelen, dolgozz magadon, dolg mindig vedd észre, hogy mit tehetsz, és ezt ted is meg. Ha esetleg elakadtál, akkor nyugodtan írd, írjál um, Akár ide kommentbe, hogy miről szeretnél kivetést, vagy keressél meg személyesen, és akkor együtt megnézzük, hogy miben vannak elakadásaid, és akkor, hogyha esetleg magadtól nem tudod, akkor segítek ilyen, ilyen formában, hogy kéne el dolgoznod. Kupidó jött ki, hogy segítségnek, az élettel való szeretetnek az erősítése az, ami most a feladatod. Tehát nem az a feladatod, hogy egy konkrét személyre gondolj és azon gyötrődj, hanem az a feladatod, hogy vedd észre az élet szépségeit, és szeress bele önmagadba és az életbe. És ameddig ezt nem tudod megtenni, addig ne is várj, várj úgymond az igazira, az igazi érzelemre, mert ő azt fogja tükrözni neked, hogy nem vagy elég szerethető, ameddig te, magadat nem szereted eléggé. Ez egy ilyen univerzális törvény. Pont most volt a csoportom, vagy ki posztolta az egyik kedves csoporttag, hogy ugye a karma az nem büntetés, úgyhogy ha érdekeltitek, hát ez a cikk nyugodtan lépjetek be, leírásba ott lesz, és olvassátok el. A karma az nem büntetés, hanem egyfajta következmény, amit lehet jóra és rosszra használni, tehát jó karma is karma, és uh, ez, egy, ez egyfajta mechanizmus az életünkbe, és semmiképpen nem uh, ítél minket soha szenvedésre, azt mi teremtjük bele. Nos, remélem, hogy tudtam segíteni valamit, és jobban érzed magad, és uh, kihasználod ezt az új holdat arra, hogy megteremtsd azt, amit érzelmire szeretnél, és kiad az univerzumra egészen pontosan a listát, amit úgy Isten igazából szeretnél, és nem fogod megbánni, ha valóra válik, mert az univerzum ugye valóra váltja, úgyhogy vigyázz, mit kívánsz. Hát most igazából lopom a kedves kolléginámnak az ilyen elbúcsúzását. De nagyon tetszik, úgyhogy most egyszer a videóban megengedem nektek, szóval sikeres teremtést nektek erre az új holdra, mert most teremteni fogtok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!